igazából sok nézeteltérésünk volt. Ő is másképp nézi a világot, én is másképp, ugye én fiatalabb vagyok, ő idősebb, tehát ilyen igazából felsorolni nem tudnám, hogy mi, mennyi problémánk volt. Én mondtam ki, hogy legyen ennek vége. Nem láttam tovább értelmét, hogy folytassuk. Azt láttam rajta, mint akinek a férfi becsületét megsértettem volna. És ezt pedig ezt nem akartam. Veszekedni nem nagyon szoktunk. Itt nem voltak hajbakapások, inkább már csak oda-oda mondogatások voltak. Nem volt zavaró, hogy ezután még együtt kellett dolgoznotok? Zavaró nem, mivel mindketten színészi pályán vagyunk, és hogyha együtt kell színpadra állnunk, akkor sem szabad kimutatni az érzéseket, vagy az érzelmeket, úgyhogy ez nem igazán lehet zavaró, és ezt igazából a zsűrinek sem szabad mutatni, hogy most itt valami gubanc van kettőnk között. Nyitott semmiképp sem lennék új kapcsolatra, és szerintem most, ami rám vár, nem hiszem, hogy most kellene. Mert hogyha eljön majd az az idő, nagyon remélem, hogy eljön majd az az idő, amikor tényleg ott kell állnom a 12 között, lehet, hogy nem szerencsés, hogyha van mellettem valaki. Mert valamilyen szinten jó az, hogyha van mellettünk valaki, és tud támogatni minket, de úgy gondolom, hogy erre a szülők is tökéletesek. Bírni fogod lelkileg ezt a megterhelést, ami rád vár a következő időszakban? Én úgy gondolom, hogy ha valaki valamit el szeretne érni, akkor mindent kibír, vagy mindent megtesz azért, hogy sikerüljön, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ki fogom bírni. As long as you are by my side.